Néhány héttel ezelőtt Majka töltötte meg a rendezvényteret, most a Hooligans-tel történt hasonló. Azt az élő bejelentkezésünkkor is láthatták, hogy mekkora tömeg volt a koncerten már jóval kezdés előtt. Ördög Tibor, vagy ahogy mindenki ismeri, Csipa elmondta, várták már ezt az eseményt, talán jobban, mint a többit, hiszen Szoboszló minden alkalommal úgy maradt meg az emlékezetükben, hogy itt kivételes a hangulat. Lassan véget ér a nyár, elkezdhetjük sorra venni az elmúlt hetek, hónapok nagy eseményeit. Ezek közé tartozik a Hooligans koncert is, ami néhány nappal ezelőtt töltötte meg a rendezvényteret. Rajongók tucatjai már a Kovács Tamás Band koncertje előtt megtöltötték az első sorokat. A szoboszlói fiúk a város zenei életének már alappillérei, így otthonosan mozogtak a színpadon, és nagy megtiszteltetés volt számukra az, hogy az ország egyik legjelentősebb rock együttese előzenekaraként adhatták elő saját számaikat. Kovács Tamás Band koncertje még javában zajlott, amikor Ördög Tibor, vagy ahogy mindenki ismeri, Csipa, elmesélte nekünk, hogy miért is szeretnek nálunk zenélni. Többször koncerteztetek már Szoboszlón, milyen ide visszatérni? Mindig jó visszatérni, már csak így Nyíregyháza és Debrecen környékére is, mert itt nagyon hálás a közönség. Úgyhogy ezért is jó visszatérni, meg egyébként az az emlékezetemben az a hajló szoboszlói koncertekre, hogy mindig jó hangulatban teltek. Remélem ez a mai nap is így lesz. Öröm azt hallani, ha a több tucat vagy több száz koncerthelyszín közül valamiért kiemelkedik egy énekes vagy együttes számára Szoboszló. Királylány, Legyen valami, Hotel Mámor, hogy csak a legismertebb számokat említsem. Több klipjük is milliós nézettségű, a legnagyobb videó megosztó oldalon. A közönségük tagjai között pedig olyanok is vannak, akik mindenhova elkísérik őket. Az együttes több mint 20 éve alakult, ez idő alatt pedig rengeteg lemezt adtak el, számaik pedig slágerekké váltak, amik közül több a repertoár alapját is adja. Milyen számokkal készültetek mára? Már olyan számokkal készültünk, amilyenekkel általában, ugye, amivel ugye általában nyarakat megspécizzük, illetve felturbózzuk. Többnyire a slágereket eljátsszuk, azt a 10-12 darab slágert, aztán csapunk hozzá olyan dalokat is a régiekből, illetve a legutóbbi lemezünkből, amit nem annyira ismer a közönség, viszont azért jó, hogy vannak koncertek, hogy megismertessük velük, ha már lemez nem vesznek. Az internetnek és a különböző netes felületeknek köszönhetően a CD eladási mutatók visszaestek, nem csak a Hooligans, hanem más zenekarok esetében is. Éppen ezért a kevésbé ismert számokat is beépítik a koncertekbe, így ismertetve meg őket a közönséggel. Van a közönségeteknek olyan része, akik minden koncertre elkísérnek benneteket, akik mondjuk már arcról felismertek? Van. Az első két sor általában ilyen, ezután is üdvözlöm őket. Nekik viszont mi vagyunk hálásak, hogy így kísérik úgymond nap mint nap a zenekart, ugyanis egész nyarunk tele van táblázva koncertekkel, hála a jóinek, meg a menedzsmentnek, meg a zenekarnak és a közönségnek. Úgyhogy megyünk, ők pedig mindig jönnek velünk mindenhová, szerintem mai nap is itt lesznek. Mennyire zsúfolt a nyaratok? A nyarunk annyira zsúfolt, mint mondtam, hogy egy héten minimum 4, de inkább 5 koncert van. Most például elindultunk ma 14-én, és abba hagyjuk majd a koncertezést 25-én. Szerencsén zárjuk ezt a, ha jól számolom, 10 napos koncertsorozatot, ahová szintúgy várunk szeretettel mindenkit, mint esetleg itt ma este Hajdúszoboszlón. A szoboszlói sikert jól mutatja, hogy szinte mozdulni sem lehetett a rendezvény téren, annyian voltak. A számokat kívülről tudták és együtt énekelték a fiúkkal, akik számára a nyár még bőven tartogat munkát. Elég sok koncertjük lesz még, illetve egy új videón is dolgoznak. Új klipet forgatunk, igen. Pont 19-én Pesten játszik a zenekar, és azt az időt kihasználjuk arra, hogy a legújabb klipünkből forgatunk egy-két vágóklipet a klipünkhöz.